érdekes hírt, jelentkezik kimondjuk a híres Romániába, jobbra híres Babi, nagyfejű barátom, balra a gazdag Zoltán, szembe egy, hát egy ilyen csúcskategóriás sájszél jármű, és így mondjuk a híres Poiana Márulóiba, Romániában, és a két kollega kitalálta, hogy beszéljük már itt a motorozási, na, ne fogjad ránk, motorozási szintekről, de tehát kitaláltátok ki, én vagyok a videós. Ja, ja. Jó. Na, és akkor... Nem, én csak előadom a sztorit, és akkor megbeszéltük, ugye elő fogjuk adni a szinteket, a motorozási tudás szinteket. Mi volt az első? Te ez már a második videó, bevalljuk, az első az volt egy faszopó, de elvetettük, mert sokan megsértődnek, meg gyenge, finom lelkületük. És az miatt, úgy szinten nem fognak. Nem, az a baj, ezt nem fogják tudni elviselni, ez összetörik a lelkük, földre esnek, fetrengenek és könyörögnek az életük. Ezért nem faszopó az első szint, hanem nem emlékeztek? Nem, áh! De ennyire sokat ittatok? Én bazd meg vezetek. Hogy nem? Zoli vezet. Hát az első szint a dózer utas. Mert csak egyenesen tud menni a dózer úton. Második szint a földön futó. Aha. Ugye, az már nem dózer úton, hanem a földúton közlekedik. Harmadik szint a pöcsköszörű. Igaz? Nem, a reszellő nem volt. Nem, az a reszellő, a következő szint. A reszellő az az, kicsit adunk volna a magyarázatot, aki, amint van egy akadály, még az egyenes úton, elbukik benne, fejre esik és reszel a motorral. Utána kijön. A gólya. Nem. Ja. Narancsködös. Azért narancsködös, mert a legújabb Owner ruhába power parts van, minden power parts a motoron van, narancs színű a motor, az ülés is, hallod? Minden full extra, six days, minden, hallod? Gyerekek, nézzétek meg, száraz az idő, lehet hallani, így van. A motor, a gyerekek, fullon van, de a srác, hát, amint meglát egy akadályt, beleesik, átfordul, köszörül, nem találja az előrét, és ráfogja a gumira, meg mindenre, mi nem tud fölmenni. Utána jön a híres gögögével, gólya, az az a szint, amikor már átmegy az akadályokon, úgy nagyjából mindenhol fölmegy, de nem érte el még a bólya szintet. A bólya szint az az, amikor már minden meg tud csinálni, mindenhol fölmegy, de kerüljük. Ki kell kerülni, mert lassú. Utána jön a sztár. Ugye azt tudjuk, hogy kik a sztárok. Utána jönnek a szupersztár. És a harmadik a Jarvis szint. Igen. És szuperlatívumban beszélünk itt. Mindenkit üdvözlünk. Hogy mondod? Szuperlatívumban. Oké. <Okay. gül> Mondd újra. Szuper latívumokba. Csami, mondasz, hogy szuper latívus. Még csak két sőt. De. És gyerekek, fogjuk rövidre a beszámolót. Megérkeztünk Poianába. Gyerekek, egy hete esik az eső. Jönnek híres vendégek. Nagyon jó a talaj. És a híres egykerék Feri, meg a baráti köre, a múltkor, amikor kint voltunk itt Poianában, visszafordult, mert leesett az eső. Hát most én azért elhoztam itt egy gólya hadat. Gólya vagy bólyák vagytok már? Gólyák. Csak gólyák, ugye? Jó van. Ugye gólyákat megbeszéltük, hogy mindenen átmennek, de még nem elég gyorsan. Jön a bólya szint. És gyerekek, vállalták a Mission Impossible-t, a lehetetlen célt, és meg fogjuk járni a köves. Úgyhogy ennyivel üdvözlünk mindenkit. Van fönt ott. És ott van szembe fönn, írjétek meg lányok el. Még a táblát. Erre rá kell rajítani. Milyen? Ne, azt nem, mert még eljönnek. Ja. Nem, azt a Joki, úgy kell csinálni a Joki, hogy ők nem motoroznak, titokban csinálnak minden. Maximum ketten szabad motorozni, mert ha már
több mint ketten mentek, akkor rá fognak jönni motorozó, mert ugye senki nem hiszi el, hogy motorozó, titokba kell motorozni. Úgyhogy a csoki eljárás szerint titokba csöndben motorozunk, és akkor rázummoló gyerekek, hagyja Isten, ott a hágy. Na, az még csak kis hágy. Ez kis hágy. Na, Bényi, üdvözlünk mindenkit. És gyerekek, hallgassatok a csokira, aki azt mondja, csak ketten szabad motorozni, és nem mondjátok meg senkinek, mert titkosan kell csinálni. És mindenkit hagyjatok ki, nehogy elmondjátok, hogy vannak jó helyek. És nem Romániában vagy. Ja nem. Hol vagyunk? Ausztriában. Timbuktuban. Üdvözöljük az öcsi-pöcsi Popovicsút, aki, hát nem Románia motorozunk, hanem Timbuktuban. Na, zsírtéve, hello!